Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket röviden. Borvidéki fejlesztés, közösségi borszeküzlet nyílik jövőre a Deák téri egykori kockabisztró épületében. Dekoráció, érdemes átvizsgálni a karácsonyi fény füzéreket, mert komoly problémát okozhatnak. Érzékenyítő tanácskozás, az autisták és a sajátos nevelési igényű fiatalok lehetőségeiről tanácskoztak. Közösségi borszaküzlet nyílik jövőre a Deák téri egykori kockabisztró épületében, amely a soproni borvidék fellendítését célozza meg. A beruházásra a hegyközségi tulajdonban lévő soproni borvidék fejlesztéséért non-profit Kft. Közel 60 millió forintot nyert pályázaton, melyet az önkormányzat 30 millió forinttal egészített ki. Jelentős fejlesztés elé néz az egykor szebb napokat is megélt Deák téri egykori kockabisztró épülete. A soproni borvidék felvirágoztatása céljából közösségi borszaküzlet nyílik itt 2022 nyár végén. Mindenről a Rejpálházban tartott sajtótájékoztatón számolt be a beruházást végző soproni borvidék fejlesztésért non-profit Kft. Mint a tájékoztatóból kiderült, olyan közösségi vinotékát nyitnak majd, ahol minden soproni borász megjelenhet termékeivel. Az egykori kockabisztró épületében, ami a Deák tér, soproni Deák téren található, egy közösségi vinotékát szeretnénk megvalósítani. Fontos kiemelni, hogy ez nem poharazó lesz, nem kocsma lesz, hanem kimondottan borszaküzletként fog működni. Borszaküzlet, és kizárólag csak a soproni borok számára lesz borszaküzlet. Más termékeket ide nem kívánunk berakni, más borokat nem kívánunk berakni egész pontosan, hiszen még helyi termelők, regionális termelők, egyéb termékei még természetesen még bekerülhetnek ebbe a szaküzletbe. De nem kizárólag csak borszaküzletként fogunk működni, hanem szeretnénk egyrészt, mint kulturális tér is megnyitni, amely némileg a soproni borvidék múltját, jelenét és jövőjét hivatott bemutatni, és ezen felül pedig egy oktatási képzési helyként is, ahol rendszeresen fogunk rendezni előadásokat, kurzusokat. Sopronban a bora kultúránk része, fontos, hogy magas szintre emeljük, hangsúlyozta dr. Farkas Ciprián, Sopron polgármestere. Mi úgy gondoltuk már az önkormányzati ciklus kezdetén, hogy a borászokkal, a borvidékkel intenzív párbeszédet kell folytatni, hiszen Sopronban a bor a kultúránk részét képezi. A gazdasági tényező, turisztikai vonzerő és a hagyományunk része, hiszen apáról fiúra száll ennek a tudománya ebben a térségben. És a soproni turisztikai desztináció tekintetében is a gasztroturizmus vonatkozásában a soproni bor egy sarokköve a soproniságnak. Tehát mindenféleképpen foglalkozunk el a soproni borral, és arra gondoltunk, hogy a Deák téren üresen álló egykori kockabisztró épületét azt egy bortemplommá tudnánk szentelni, természetesen a hegyközséggel közösen. Nos, ebbe kormányzati és önkormányzati forrást tudtunk összehozni, tehát köszönjük a magyar kormánynak, mely nekünk is a saját zsebünkbe kellett nyúlni a tekintetben, hogy ezt az épületet fel tudjuk újítani a hegyközséggel közösen, és egy agórája lenne ez a soproni bornak, ahol a soproni borászok teljes keresztmetszete meg tudna mutatkozni. Úgy hiszük, hogy ez szükséges és hiánypótló, hiszen ha egy turista a városba érkezik, akkor pincéről pincére tud járni, de mindent egy helyen megtalálni nem képes jelenleg a városban. Közel 300 millió forinttal támogatott 25 borászati helyszínt a magyar kormány, melyből különféle jelentős fejlesztéseket tudnak megvalósítani. Emelte ki Barca Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője a rendezvényen. A beruházásra a hegyközségi tulajdonban lévő soproni borvidék fejlesztésért non-profit Kft. Közel 60 millió forintot nyert pályázaton, melyet az önkormányzat 30 millió forinttal egészített ki. Évről évre egyre népszerűbbek a beltéri és kültéri fényfüzérek. A szakember arra figyelmeztet, nem árt óvatosnak lenni a beszerzéssel, hiszen a sérült, elavult fényfüzér akár zárlatot, sőt tüzet is okozhat. A szaküzletek által forgalmazott termékek biztonságosak, minőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek. Sopron belvárosát évek óta szemedgyönyörködtető kivilágítás díszíti advent időszakában, ám a családi házak kertjében is egyre népszerűbbek a fényfüzérek. Azonban fontos, hogy ezeket a dekorációs elemeket csak megbízható forrásokból szerezzük be. Nem igazából az internet és a piac alkalmas erre. Lehetőleg kereskedésbe vásároljunk, ott ugyanis előírás az, hogy érintésvédelmi vizsgálatnak kell alávetni minden terméket, és adott esetben megfelelőségnyilatkozatot is lehet hozzá kérni, és ez nyújt biztonságot. A kinti dekoráció felhelyezése esetén figyeljünk arra, hogy a kültéri izzósorokat használjuk. A régi fényfüzéreket, világító dekorációkat a balesetek elkerülése érdekében érdemes bevizsgáltatni, körültekintőbben használni.
mert a csatlakozási ponton, hogyha nagyobb teljesítményt teszünk, az szintén tűzveszélyes lehet. Ez főleg a régi izzósoroknál fordul elő, mert azoknak a teljesítménye viszonylag nagyok voltak. Az új ledes, ami most már csak azokat lehet kapni, az annál nincs ilyen veszély, mert az tized része a fogyasztás, mint a régi izzósoroknak. Az adventi időszakban országos szinten kétszer annyi tűzesethez kell kivonulniuk a tűzoltóknak, mint az év többi időszakában, figyelmeztet a katasztrófavédelem. A szakemberek azt javasolják, ha az eszköz rendszeresen lecsapja a biztosítékot, ha a kábel, az elosztó, a hosszabbító sérült, esetleg deformálódott, ne használjuk. Vajon milyen lehetőségek várnak a felsőoktatásban az autista és a sajátos nevelési igényű fiatalokra? Ez a kérdés is terítékre került az Autitok, autisták társadalmi kohéziójának erősítése Sopron közösségi életében elnevezésű tanácskozáson, csütörtökön a Benedek Elek pedagógiai karom. Egy érzékenyítő programsorozat második állomását tartották a Soproni Egyetem Benedek karán csütörtökön az Autitok Egyesület és a kar közös tanácskozásán. A konferencia résztvevőit dr. Farkas Ciprián polgármester is köszöntötte, aki kiemelte, pótolhatatlan munkát végez az Autitok Egyesület, éppen ezért kap a szervezet magasrangú elismerést a Hűség napján. A tanácskozás az érintett fiatalok továbbtanulási esélyeit, illetve munkahelyi elhelyezkedési lehetőségeit állította a középpontba. A sajátos nevelési igény az egy ugyanolyan rendszer, mint mondjuk, amiket nagyképűen magunkat ugye normálnak katalogizáljuk. Kérem szépen, a normál nevelési igényű embereknél is van, akit teszem azt mondjuk semmilyen szakmát nem végez el, nem kevesen. Aztán vannak, akik szakiskolákba mennek, vannak, akik felsőoktatási intézményben. Ugyanígy működik az esenisek világa is. Vannak jó néhányan, akik nem fognak szakmát elvégezni, vannak, akik szakiskolákban végeznek, nagyon-nagyon jó képzési rendszere van ezeknek a sajátos nevelési igényű gyerekeknek, mondjuk a Kozmucában vagy a Tótancalban. Ez jó volna, hogyha még nagyobb támogatással még nagyobbra tudnánk fejleszteni és szélesebb palettára. A Benedek Elek pedagógiai kar képzései nyitottak a sajátos nevelési igényű fiatalok előtt. A Benedek Elek pedagógiai kar a képzési palettáját keresztül is folyamatosan nyit az esenis helyzetek, illetve hát jelentkezők irányába. Én azt gondolom, hogy két olyan főszak is van, az egyik ugye gyógypedagógia, a másik pedig a szociálpedagógia, ahol ez a fajta érzékenység jelen is van, és nagyon sokat teszünk természetesen azért kollégáimon keresztül, hogy itt az itt folyó tanulmányok és a hallgatói munka segítve és támogatva legyen. Az egésznapos tanácskozást kiállítás is színesítette, amely az érintett fiatalok és felnőttek munkáit vonultatta föl. Elsősorban azokat kértünk föl kiállítónak, akik autizmussal élőket vagy fogyatékkal élőket foglalkoztatnak, és a saját termékeik, általuk készített termékeket be tudják mutatni. Az egyik ilyen meghívottunk a Harkai Karitász szervezet foglalkoztatója. Szőnyegeket, kis díszeket hoztak, és azokat meg lehet tekinteni. A Zsirai foglalkoztató otthon, akik szintén saját termékeiket állították ki, valamint a Café Collins Győrből, akik bemutatják, hogy fogyatékkal élő gyerekeket, felnőtteket foglalkoztatnak, és sikeresen működtetik a kávéházukat. Az alkalmi tálatonkét, a témában érintett fiatal fotóit is megtekinthették az érdeklődők. A járványhelyzet utáni talpraállás és a jövő piaci lehetőségéről szólt a Soproni Egyetemen a Turizmus Klub rendezvénye szerda délután. Az eseményen az oktatás és a munkaadói szféra is képviseltette magát. Az érdeklődők mindkét tekintetben előremutató előadásokat hallgathattak. A koronavírus járvány több szektort, köztük a turizmust és a vendéglátást is megtépázta. Éppen ezért hívta életre a Turizmus Klub ezt az eseményt, ahol a képzés és a szolgáltatók is közös eszmecserével tudják egymás munkáját segíteni, mondta el Papné dr. Vancsó Judit, a Lánfalusi Sándor Közgazdaságtudományi Kar Ökológiai Gazdaságtan Intézet igazgatója. Ez egy mérföldkő lesz, ez a Turizmus Klub rendezvény, ugyanis a szakmának az összes olyan szereplőjét összehívtuk, akik vagy a turizmusban, mint szolgáltatóként vesznek részt, vagy a képzésben vesznek részt, a felsőfokú képzésben, illetve a szakképzésben.
Azt gondolom, hogy nem kell túlzottan ecsetelnem azt, hogy a szakma válságban van, gyakorlatilag HR katasztrófa van a szakmában, és hát ennek a kardinális kérdésnek próbáljuk a válaszait megtalálni, ezért hívtuk össze már ezt a fórumot. A megváltozott szakképzés elsősorban a piacra reagál. Králik Tibor, a Soproni Szakképzési Centrum kancellárja hangsúlyozta, hosszú távra terveznek, hiszen különböző szakmákban a technikumoknak köszönhetően magasabb képzési szint is elérhető. A szakképzésben nagyon komoly változások vannak, aminek a lényeges pontjai az, hogy piacvezérel, tehát a gazdaságnak kell megmondania, hogy milyen szakemberekre van szükség, a szakképzésnek erre kell válaszolni és reagálni. Egy sokkal rugalmasabb rendszer indult el Magyarországon a szakképzésbe. A vendéglátásban ez kimondottan nagyon fontos. Többek között a szakmastruktúra is differenciálásra került, tehát a megszokott alap vendéglátó szakmák, például a szakács, cukrász, pincél szakma, mindegyik most már technikus szinten is elérhető, és egy nagyobb spektrumot ad mind a tanulók számára, de úgy gondolom a felhasználóknak a gazdaság számára is, hiszen tudjuk azt, hogy azért különböző munkaerőpiaci helyzetekben különböző szintű tudásra van szükség. A szakképzés ezt követi, és hát még megemlíteném a felnőtt oktatást, amelyben szintén nagyon nagy lehetőségek vannak, hiszen nagyon sokan a szakmaváltás lehetőséget pont a vendéglátásban látják. A járvány megnehezítette a munkát a turizmusban, így egy megváltozott helyzethez kell alkalmazkodni. Egresicsné Firtl Katalin szerint, ha az oktatás és a munkaerőpiaci szereplők egymás segítve dolgoznak, könnyebben átvészelhető ez az időszak, és kiszámíthatóbb jövő elé nézhetünk. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az egyetem turisztikai szak tekintetében is élére állt ennek a kezdeményezésnek, hogy összefogja a térség turisztikai szereplőinek a gondolkodását. Ez nagyon előremutató a jövő tekintetében mindenképpen, a COVID-járvány pedig különösen hangsúlyos a mindennapokban, és ezt is az egyetem, mint képzőhely felvállalta. Eszterháza, a Kulturális Kutató és Fesztivál Központ közhasznú non-profit Kft., mint a térség talán fogalmazhatók így szerénytelenség nélkül, hogy ez egyik legnagyobb turisztikai szolgáltatója, a legösszetettebb turisztikai szolgáltatója, és ezért nagy örömmel veszünk részt egy együttgondolkodásban, hiszen Eszterháza számára ugyanúgy kihívást jelent a mai rendezvény témája, a munkaerőpiac, a képzés, a munkavállalók rendelkezésre állása, mint a jelen, mint a jövő tekintetében. A résztvevők, a szolgáltatók és az oktatás résztvevőitől hallgathattak előadásokat azzal kapcsolatban, hogy birkóznak meg a jelenlegi helyzettel, és mik a terveik a jövőben. A szervezők remélik, az elkövetkezendő időszakban is hasonló előadásokkal tudják segíteni a szakmát. Adventi koncertet adott a Goldmark énekegyüttes és Holpár Anna Fuvola művész a Soproni Liszt Ferenc szimfonikus zenekar közreműködésével a Szent Mihály templomban. A közönség egyebek mellett Vivaldi és Bach szerzeményeit élvezhette. A hangversenyt Sopron önkormányzata és a Prokultúra Sopron közösen szervezte. Az érdeklődőket Horváth Imre városplébános köszöntötte. A koncerten részt vett dr. Farkas Ciprián polgármester is. Egy hideg front hatására téliesebb napokra számíthatunk, az időjárásról bővebben híradónk után hallhatnak. Ezután Mozaik című műsorunk következik, amelynek vendége Bakonyi Gábor, a Lakner díj kitüntetettje lesz, majd Gáz Fröccs című magazinunkat láthatják. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látták. További híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken már egyre több felé süthet ki a nap. Élénk, erős lesz az északi északnyugati szél. Hajnalban -2, +4, napközben 2-6 fok várható. Szombaton felhős napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A déli délkeleti szél északnyugaton feltámad. Hajnalban erős fagyok jöhetnek, délután 3 fok körül alakulnak a maximumok. Vasárnap a borongós időben több felé előfordulhat eső, a légmozgás mérsékelt marad, 1-2 fok várható.